Ünnepélyes megnyitó majd a Kabai János díjak átadása zajlott a Nyíregyházi Egyetemen. Az elismerést minden évben két olyan szakember veheti át, aki a természettudomány szakterületén maradandót alkot. A keddi nap folyamán Obádovics J. Gyula matematika professzor és Pesel Antal a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóság gazdasági igazgató helyettese vehette át. A díjakat Kubik László, az MTS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke adta át. Ez a díj 1976 óta kerül átadásra, és gyakorlatilag ebben az évben már 35. alkalommal kerül, és számozzuk ezeket a díjakat, a hátulján bele van írva a díjaknak a sorszáma, és el kell mondanunk nem kis dicsőségünkre, hogy a 72. és 73. díjazott átadására kerül majd napsor. Azok a szakemberek kapják, aki a megye életében kiemelkedőt nyújtottak, és a megye társadalmi tudományos közgazdasági életéhez kapcsolódóan kiemelkedőt nyújtottak. A díjátadót követően az érdeklődők megismerkedhettek a mesterséges intelligencia robotika világával. A RoboCup elnevezésű projekt 10 éves jubileumát is kedden ünnepelte a Nyíregyházi Egyetem kutató tudományos csoportja. A RoboCup fejlesztő csapatában részt vesznek 12-től 19 éves junior tagok, illetve az egyetemista fejlesztő mérnökök is. A RoboCup egy olyan nemzetközi oktató-kutató projekt, amely 1997-ben azzal a céllal indult, hogy támogassa a robotika fejlesztését és a mesterséges intelligencia fejlesztését, és annak mindenkori eredményét tesztelje. Ezért szerveznek minden évben a világ valamelyik országában egy versenyt és egy szimpóziumot, ahol a professzorok az eredményekről beszámolnak, a fejlesztő csoportok pedig bemutatják a robotjaiknak a jelenlegi állapotát. A 21. században a tudomány, a robotika és a mesterséges intelligencia szinte észrevétlenül szivárog be életünkbe, tette hozzá Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Az emberekhez való közelítése a tudománynak rendkívül jelentőségűvé vált, hiszen ahogyan ezen a mai konferencián is ennek számos jelét halljuk, látjuk, egyre jobban átszövi észrevétlenül a tudomány világa a mindennapjainkat, míg a korábbi évszázadokban egy-egy nagy tudományos felfedezés a laikusok számára is érzékelhető szakasz határokat hozott az életünkben. Kutatók és a robotikával foglalkozó szakemberek véleménye az, hogy nem kell félnünk a robotoktól, mivel az emberiség hasznára válnak, és ahogy a filmekben, úgy a való életben is szabályozza őket a robotika három törvénye. Boldog születésnapot kívánok! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot kívánok a konferencia résztvevői nevében is!